Hamarosan működés közben is megnézhetik a látogatók ezt a száraz malmot. A Sóstói Múzeumfaluban augusztus 20-án 10 órakor nyílnak a kapuk, az új kenyér ünnepéhez kapcsolódó programok pedig aznap 10:30-kor kezdődnek. A skanzen erre a napra versenyt is hirdet. Nevezni saját sütésű kenyérrel lehet. Szeretnénk, hogyha minél többen megmutatnák, hogy otthon milyen kincses kamrája van már sok-sok embernek, és milyen csodálatos kovászos kenyeret tud készíteni, és várjuk azokat az érdeklődőket, illetve bátrakat, akik szeretnék a kenyerüket erre a kovászos kenyér versenyre benevezni. Ennek a kovászos kenyérnek és a versenynek 12 órakor lesz eredményhirdetése, értékes nyereményekkel, természetesen a falu imázsához mérten értékes nyereményekkel szeretnénk kedveskedni a bátor vállalkozóknak. Azoknak, akik még nem próbálták a kenyérsütést, vagy csak tökéletesíteni szeretnék tudásukat, a kincses kamra nyújt segítőkezet. Előadásukon a kenyér készítésének minden fortéjára választ kaphatnak az érdeklődők. Az aratási munkák végét a régiek tánccal is ünnepelték. A múzeumfalu főterén ez sem maradhat el augusztus 20-án. 13 órától a Szabolcs Néptánc Együttes táncműsora, néptáncos műsora várja az érdeklődőket a falu központban a színpadon. Utána pedig egy kicsikét az arató bál emlékét szeretnénk feleleveníteni, és 13:30-tól a falu központban szeretnénk megtáncoltatni mindenkit a Szabolcs Tánc Együttes segítségével. Az új kenyér, mint említettem, ennek az időszaknak a szimbóluma, hiszen az aratás végét aratókoszorúkkal, aratóbállal és az új búza megsütésével új kenyérrel ünnepelték, kenyérszentelés és hálaadó Isten tiszteletre 14 órakor kerül sor. Már több évtizede Kósa László református lelkipásztor az, aki igét hirdet, és az új kenyeret megáldja. A kenyér útja címmel térképes játékra nevezhetnek a vállalkozó kedvűek. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara felajánlásával 300 cipót osztanak szét a rejtvények megfejtői között. A kétnapos rendezvénysorozaton a kenyér mellett más hagyományos ételeket is kóstolhatnak a látogatók. A gyerekeket bábszínház, solymász bemutató, játszóudvar, kézműves programok is várják. A belépés augusztus 20-án, pirosbetűs ünnep lévén ingyenes lesz.